OMFG, Nessai, csalol, bugolol. Bugolol. Csalol, bugolol. De a zene az jó. Hát én nem csalolok, bugolok. Ez menőbb volt, mint a izé Puerto Rico-i izé kis kövér táncolós gyerek. Ez is... Mi ez? Tehát, hogy mi ez a lélegző valami ott a fűbe? Mi ez? Tehát, hogy bocsánat, én ennél leragadtam. Jó, mindegy, mindegy, elengedtem. Na, ennyit, ez volt a reklám helye. Menjünk vissza erre. Gyere, koca! Lowrider, öcsém! Gyere, koca! Nyilván! Vigyázz, kutyi! Így, pedig az, ez egy jó ötlet volt, látjátok? Ez egy menő találmány. Ez tetszik. Rácok, meglepetésem van számotokra. N betű! Dolog, amit a világon láttam. Mekkora beteg állatság. Még az első rész is erről volt ismert. Hey.
Na szevasztok, srácok, üdv mindenkinek, csodálatosan szép kedd délutánt, az idei 75. élőadást kezdjük meg. Szevasz, Bunker Gamer, Nixi, Meti, Muffin, Martin Stark, Kini, Kata, Accurist és mindenki mást is köszöntök. Tengermély tisztelettel, hegyeket átívelő öleléssel, szeretettel, minden egyébben. Ahogy vagytok, srácok? Nagy nap a mai, végre egy játék, amit már tényleg nagyon-nagyon vártam, és az idei sok-sok csalódás után remélhetőleg végig is fogjuk játszani. Ez nem más, mint a Plague Tale Innocence nevezetű sztoriorientált kis kaland, puzzle játék, amely a középkori Franciaországban játszódik, és két testvér borzasztó történetét meséli el a pestis, a fertőzés, a fekete halál időszakában. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, és erre a csodálatos alkalomra fel is készültünk egy új emótával, ami nem más, mint a Nessai Cry 2.0. Mindenki, aki tudja, próbálja majd ki mindenféleképpen a cseten, alkalmazkodjatok hozzá, nehogy szükség legyen rá. Hát ez egy elég mély, megható és erős sztorinak néz ki, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy beváltja-e a hozzáfűzött reményeket. Muffin, holnap Z-házok, ma 6 órát utazok, és még a Real Talk is elcsúszik. Ez egy szomorú nap, ne szállj králj. Hát ez ilyen, Muffin, ez ilyen, és azt gyanítom, ez a játék sem fog az egekig vidítani bennünket, bár természetesen a saját önön hülyeségemmel mindenféleképpen számolhattok, de erős lesz ez a végigjátszás, úgyhogy zsepivel készüljetek, hogy ezt ki milyen célra fogja felhasználni, azt mindenkinek saját magára bízom, majd meglátjuk. Jobbulást Martin Stark a leégésből, és kitartást a munkában. Keep up. Köszönöm szépen, System Killer, a 25 hónapos támogatást. Ez egy 25. D, szóval akkor is 25, ne szajláv. Köszönöm szépen, System, járnak a pingvinek a cseten, spameljük a kollégának kitartó munkájáért, kitartásáért a pingvin fejeket. Szomorú nap, szomorú játékkal. Ugyan-ugyan. Attól, hogy valami szomorú, még örülhetünk neki. Reméljük, hogy ez a játék lesz annyira jó szomorúságában, hogy örüljünk is neki. Üdv Ronin, üdv Hyper LT Pro, Levi, szevasz uram, sziasztok! Szép napot mindenkinek! Szia, Nessai, írja Yusuf passzívan, bár, de elég régóta nézlek, jók a videóid, remélem sok tartalom lesz. Még igyekszem, Yusuf. Köszönöm szépen, üdv itt. Kreatív form, kérésed számomra parancs, Nessai Cry abban a pillanatban, üdv és jó játékot, én ma hajnakban beleraktam egy órát, eléggé adja, na. Jól van, eddig én is jó visszajelzéseket hallottam a játékról, bár kiugrónak senki nem titulálta, mindenki egy eléggé jól összerakott, koherens kis programnak írta le, úgyhogy abszolút reménykedem benne, hogy ez így is lesz. Na, hát akkor szerintem vágjunk is bele, kezdjünk neki, elmúlt 2 óra, úgyhogy nincsen más hátra, mint előre, mindenki befutott, aki be akart futni, aki meg kocog, az majd lemarad az elejéről, az ő baja, nem? De... Máté, köszi a 2 hónapot neked is, haver. Köszi. Zenével nem lesz gond, úgy érzem. Szia, Bojka! Na üdv mindenkinek, ismét én még mindig Nesolai barát vagyok, ez pedig A Plague Tale Innocence nevű sztori alapú játék, amely remélhetőleg végre ismét egy olyan csoda lesz, amit végigjátszunk. Xbox One X a platform, hogyha valakit érdekel. A játék pedig a francia középkorban játszódik, és két testvérről szól, akik, mint mondottam volt, küzdenek, mint látható a képernyőn, a patkányok, a fekete halál,
az elnyomás és a betegség ellen. Egy nagyon-nagyon erős sztorit várok, egy nagyon megható sztorit. És amúgy gondolkodós, puzzle, felfedezős kaland gameplayt. Meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban mennyire teljesülnek be az elvárásaim. De vágjunk neki, készüljünk fel arra, hogy a patkány kifejezést, amit a Crashből már jól ismerünk, azt használhatjuk majd megint rengeteget. A Plague Tale Innocence, az ártatlanság csodája egy beteges világban. Nézzük, new game, új játék, konfirmáljuk, és kezdjük el. Nehézségi szint egyébként nincs a játékban. Meglátjuk, hogy ennek örülni fogok-e, vagy pedig majd szomorkodok miatta. Első fejezet, The Rune Legacy. Tehát a The Rune hagyaték. Gondolom, hogy sok francia kifejezés lesz a játékban. Hát, je t'aime, je m'appelle, Zsazsimú, Eiffel-torony. Körülbelül eddig terjed a francia tudásom, de hát természetesen van angol szinkron és angol felirat a játékhoz, úgyhogy ezzel fogjuk végig kísérni. Egyébként hosszúságra azt mondják, hogy ilyen 9-15 óra közötti. Meglátjuk majd, megpróbálok nem sietni. Na, a francia királyság, tehát a középkorban. 1348. Your only ambition for me to follow. I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? The apple tree, father. I want to take the knight's challenge once more. The knight's challenge? But you're not 10 years old anymore, you know. Oh, please, father. I've trained hard for this. All right, let's go. Íme a főszereplőnk, Amicia, a leányzó, aki apukájával Roberttel lovagolt ki a természetbe. Valami almafához jöttek, hogy valami kihívást teljesítsen a lány. Hát gondolom, hogy nem próbálj meg nem nevetni kihívás. Valami almafához jöttünk. Meg lehet-e simogatni a kutyát? Ez egyből 2 pont az értékelésembe. Oké. Okay. A játék már is 2 plusz pontot szerzett. A grafika az elég fasza. És ahogy hallom, a zenével sem lesz gond. Na menjünk, apám. Mr. Hobart. Look at Leon. The Guyan beast is in a hurry to fight it out. Your beast thinks with its stomach, as usual. Vadászik a kutya. Well, there's something you both have in common. That's harsh. Hogy keni neki a kutya? Oké, a jobban aloggal tudunk nézelődni. Az legit. Olyan szép. Nem? Mondjuk ezekkel a fényekkel mindig sokat lehet csalni, nem biztos, hogy a legjobb textúrák, amiket valaha láttunk, de jól néz ki ez az őszi erdő. Anyád szalagja még mindig itt van. Yes, father, I know. If only she could come with us. Ó, szóval ez egy bejáratott családi kis túra. Bárcsak anya is itt lehetne. We all have obligations, Amicia. You know, in a family. Hey, I'm trying to tell her something. Nem marad csöndben a kutya. Such authority, Knight de Rune. Go! Bring something back for once. Right. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother, and you. And I hardly ever see you. I see mother even less. Listen. We're here for you now. So, follow me, daughter. Hey, wait! Okay, szóval kiderült, hogy nemesi családból származnak, és az apuka lovag. Ő felel ezekért a földekért, az anyukájuknak viszont kötelezettségei vannak otthon, többek között vigyázni a kis testvérre, a kis fiú testvérre. Azt hiszem arról szól a játék, hogy a kis testvér beteg, de ebben nem vagyok biztos. Minden esetre ennyit már megtudtunk a családról. Amicia de Rune fears nothing. This apple was planted when you were born.
It will prove your worth. Akkor ültették ezt az almafát, mikor a lány született. The sacred apples of the sacred apples. A megszentelt almafa. Corrupted by a great evil. If you destroy 6 of these rotten apples by the time I count to 10, I will make you a knight. Ú, lovaggá üt, hogyha gyorsan leszedünk 6 almát. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Okés. Azt kéri, hogy hozzunk neki köveket. Remélem, hogy a játék hangereje jó, hogyha hangosítsak rajta, szóljatok mindenképpen. Na, elvileg van valami slingünk. Nem jut eszembe a magyar neve, de majd mindjárt megmondjátok a cseten. Amivel tudunk lőni köveket, kavicsokat. Csak előbb rá kéne találnom a kavicsokra, ott vannak hátul. Choosley, arra gondoltam, igen, köszönöm szépen. Szóval ez a Choosley, ez végig elvileg nálunk lesz a játékban. Na, célba lövő kihívás. Az LT-vel célzunk, és az RT-vel lövünk. Hűha, nem olyan egyszerű. Nyomva kell tartani. Aha, és akkor kell elengedni, mikor összeérnek a... Várjál, fater, ne olyan gyorsan! 6, 7, ez az. Ja, basszus! Elfogyott a kő. But your sling is frightfully noisy. It was a present from you. Oh yes, I quite forgotten. Azt mondja, kicsit hangos a Choosley. Na mi van, Tutyi? He must have smelled the rabbit. Come on. Megszimatolt valamit a tutya. I'll catch up with you. You're much faster than I am. Kicsit hangosítunk a játékon, egy picikét. Én is úgy érzem, hogy picit lehetne hangosan. De ügyesen parittyáztunk. X a guggolás, oké? Okay? És RT-vel sprintelünk. Gyere vissza, kutyi! Leon! Az A-val tudunk ugrani. Aha. Leon! Gyere, hát vadászkutya vagy, hát hallgassa vadászra! Ó, de jó a zene. Hol van? Á, ott van. Mit találtál? Izé az. Vacoca. Find something. Shh. Come and see. A wild boar. Some game. This will do nicely for a little feast. Ez lesz a vacsora. That might work. But you'll need to get closer. This grass will keep you hidden if you stay low. Ó, megtanulunk lopakodni. Azt mondja. X. Nagyon jó. Shh, kutyika. Leon. Shh. Hash, hash. Megyek cocára. Time to make my move. Olyat húzok rá a Choosley-val, figyelj! Mi?! Ó, nem olyan egyszerű ez. De ez tök jól meg van csinálva, hogyha kibújok, akkor egyből észrevesz. Legtöbb játékban nincs megcsinálva, hogyha kiemelkedsz a sűrűből, akkor észrevesznek. Robert Fater mondja, hogy fejre célozzak, hát... Igyekszem. Use the high grass. Stay low. Marad a... Mi? Ha! Így is észre tud venni. Oké. Okay. Észnél kell lenni, srácok. Nem olyan egyszerű ez. Ez ilyen ecoca. Evaddisznó. Okos. Hol van? Na figyelj, én nem baszol ki velem. Kapta! Megkerültem. GG.
But the feast isn't on your plate quite yet. No, 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 no. Goleon, don't lose the scent. Goleon! Igen, mondjuk egy kő azért nem terít le egy vaddisznót. Borzasztó szívós jószág. Tonight we shall dine like kings. I have no doubt we will. Holnap királyokként vacsizunk. Na menjünk. I'm coming, Leon. Keep him there and you'll get a piece for yourself. Óvatosan azért kis tutyám. Vaddisznó veszélyes. Oh boy. Várjatok, ez a mocsár, ez kicsit veszélyesnek néz ki. The bow. It's bleeding. Ó, vérzik. Oké, és mindjárt utolérjük a kis szívós cocát. He stopped barking. He must have found it. Wow. Csöndbe maradt a kutya. Köszönöm szépen a feliratkozást, Reichard, a 14 hónapot, Balázs üdvít köztünk, Szabom köszi a 6 hónapot, Alucard a 22-t, és Mr. Proli a 21 hónapot. Köszi szépen mindenkinek a supportot, srácok. Nyilván. Most ez kicsit aggasztó. Nyilván. Abba hagyta a kutya az ugatást. És mindjárt kicsit sötétebb lett ez az erdő. Valahogy át kéne ugranom ezt a mocsarat, nem? Félek, hogy ebbe lesüljedek. Ráhúztam 21-re, kártyában már buktam volna, mosolygós fej. Köszi, Alucard. Oké, át tudunk gyalogolni ezen. Csak óvatosan kell. The trees. What did that? Igen, Leo, hát... come here! Valami igen erősen pusztított egyet a természeten. És az élénk csiripelő s vidám erdő az hamar megváltozott. It's the bow. But how? Leon couldn't have done that. Ez a vaddisznó. Leo! Come here! Leo! Ha valami széttépte a vaddisznót erősen. Ó, de még hallom a kutyát. Leo! I'm here! I'm coming! Na ne már! My dog! Who did this? Leon! Leon! What devilry is this? We must go immediately. Jézusom. A Plague Tale Innocence. Hát a játék gyorsan megadta az alaphangot, hogy mire számítsunk. Bármi is a lyuk lakó nem szarozott. De ez annyira szemét, de persze hagyta az elején, hogy megsimogassam a kutyát. She'll organize a hunt. Go and find your mother. Tell her I must speak with her. She's probably looking after Hugo. Yes, of course. Na jó, szóljunk anyukánknak. Amicia. He was a good dog. Jó kutya volt. Szóljunk anyukánknak, a fater addig intézkedik. Szevasz, Mr. Mr. Kotkodács. Vagyis, hogy Mrs. Coca! Van saját coca. De szépek vagytok. Later floor. Any news about... Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Igen, szólni akarunk mindenkinek, mivel ugye az apa felügyeli ezeket a földeket, hogy ne menjenek az erdőbe, ameddig nem vizsgáltuk meg ezt a dolgot. De szemmel láthatóan vannak szolgáink, ez egy jó dolog. Kérdés, hogy merre találom anyukámat és a tesómat. Valószínűleg nem a pajtában. Hello, Teo! There's an emergency.
Get the others and go and see my father as soon as you can, all right? All right. By the way, I've set up some targets for your sling behind the stables. Oh, thank you. Szólunk mindenkinek, hogy gyülekező van. The pots Theo told me about. I still have my sling. Ah, ezeken tudunk gyakorolni. A szolgáló fölrakott nekünk ide ilyen kis célokat, amikre tudunk lődözni. Na jó. Körbejártuk a kertet. Hát gyanítom, a nagykapun túl van a lakrész errefelé. Vagy nem? Hát ott vannak a házak. Aha, arra. Nagyon tetszik a játék grafikája eddig. Ez a templom. Alea iacta este, nomen est omen. Így van. I hope mother's not too busy. This sunshine won't last long. Gunnar Gedeon. Has already ruined the harvest. People are dying of honey. Aki meg annak csinálva az állatok. We're lucky to be in this house. Mark my words. Ah, Gabriel. Right about that. Is mother upstairs? Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. She won't be in a good mood. Valami rohamai vannak a picinek, úgyhogy anyukánk rávigyáz. Fönn van az emeleten, azt mondta a szolgáló leány. Na de merre van az emelet? És tudok-e itt lootolni? Már pletykálnak. Konyhás nénik már pletykálnak, hogy éjszaka valami rágja az embereket, harabdálja őket. Gondolom, hogy nem ide kellett följönnöm, de itt is van valami. Cinnamon. I'd almost forgotten what it smells like. They were right to hide it. Father would put it in every dish. Egy kis fahéjat találtunk. Spices. Így csak fűszernek írja. Gondolom ez valami gyűjthető collectible cucc. Opcionális. Legalább ezt is tudjuk. Mert természetesen vannak crafting alapanyagok a játékban, ha jól láttam, amiből tudunk gyártani majd tárgyakat. De vannak ilyen kis gyűjthető extrák is. Nagyon isten! Komálmasszony! The smell of your cooking warms the heart. Oh, it's nothing much, but I think you'll like it. Gulyásleves csinál. Francia gulyáslevest. Na, a lakrész viszont nem erre van. De semmi baj. Átnézzük, hogy hogy élt egy nemesi család 14. századi Franciaországban. Jó az. Itt vannak a címerek. Teljesen fasza. Aha, föl az emeletre. Yes, Lady Beatrice, leave it to me. Louise, have you been to see mother? Anyát keresem. Indeed, do you want to see her? It's important. Father's orders. Apám parancsára. I have to finish your room. Úgy takarítja a szobámat. Something for you on your bed. Come and see if you like. Ah, thank you. Hagyott valami meglepetést az ágyunkon a bejárónő. Hát csak megnézem, melyik az én szobám ez. Na mi az? It's the placemat that mother made for me when I was a little girl. I've been looking for it everywhere. Thank you, Louise. Ezt hogy hívják? Ezt hogy hívják? Ezt valaki a chaten mondja meg, hogy hívják ezt. Ez a kis szövős, kötős, mi ennek a neve? Folyamatosan úgyis tanítotok nekem szavakat. Tablecloth a neve angolul. Hát ez ilyen kézműves kis cucli. De hogy hívják ezt a kör alakú eszközt, amiben varják ezeket a díszeket? Hímző izé. Azt értem, hogy a tablecloth asztalterítőt. Hímzőkeret. Nem tudom, hogy az-e a neve, vagy van valami dolga. Azt értem, hogy a tablecloth terítőt jelent. Most ne azt fordítsátok le, nyilván nem azt kérdezem. És nem kaspó. Na mindegy. Ez is ilyen kis gyűjthető extra. Hát eddig 100%-oljuk a játékot, érted? Minden gyűjtögethető cucc megvan. Ráma. Mint a margarin. Itt van még egy szoba. Gondolom ez a szülők szobája. Vagy a kis tesóé, ha van saját szobája.
Hímző ráma, azt írja Kriszti. Ha, köszönöm szépen. Milyen okosak vagytok. Na, beszéljünk anyukánkkal a veszélyről. Igen, azért a karakterek arca annyira nincs jól kidolgozva. Inkább a természetnek jó a grafikája. Mother? You know you're not supposed to be here. Beatrice. I know, but something attacked Leon in the forest. My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but... Nem annyira érdekli a mutert, hogy megtámadták a kutyát. But it's true. Leon was lying there on the ground, and then he was... Shh! You ought to stay here with your brother. Maradj itt a tesóddal. What? Valami történik. Csukd be az ajtót és zárkózz be. He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me. Vigyázz az öcsédre, a hugodra, nem fertőző. Tudom, hogy alig ismered, de neked kell megóvnod őt. Szóval annyira beteg a kis tesónk. Hugo, aki nem a hugunk, hanem az öcsénk. Hogy nem is nagyon találkozunk vele eddig. De elvileg nem fertőző a betegsége. Na jó. Akkor megint tesó vigyázóba leszünk. Ez zárva. Ez is zárva. Kíváncsi vagyok, mi történik kint. All these potions. Mother, will you ever be able to cure him? Anya minden energiáját arra fekteti, hogy meggyógyítsa az öcsköst. Azért van itt ennyi potion az asztalám. Én vagyok az Hugo, hello. A nővéred. How long has he been here? 4 years? 5? Már 4-5 éve itt betegeskedik a gyerek a szobában. Where is he? Hugo? 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 Nem ilyen szép kis gyerekszobája van amúgy, teljesen jó. Biztos elbújt a kis vár mögé. Szia! It's me. Your sister? Amicia? Hello. Milyen szép arca van. We haven't seen each other much. Mommy will be back soon. Move! Come on! Tek cuki ez a gyerek. Nem is beteg. Oh boy. Did he talk? No, Lord Nicholas. He killed two of our men. Megölte két emberünket a fater. De kinek az emberét? És miért? I won't ask again. Where is your son? A gyerekünket keresi. Vagyis az ő gyerekei. Rip, fater! Is that mommy? Jesus Christ! Na várjatok, most ez itt izé. Tehát megjöttek ezek a keresztes lovagok, vagy inkvizítorok, vagy nem tudom mi. És azzal vádoltak minket, hogy két emberük meghalt miattunk, vagy a fater miatt. És azt kérdezték, hogy hol a fiad. És nem tudom, hogy a kisgyereket keresik, Hugót, vagy pedig, vagy mi. De hogy rip fater. Pardon, bocsánat. A lefelé gombbal magunkhoz hívjuk Hugót. Hugo, come here. Aha. What's happening? No, you're here, kid. I don't have time to play games. Where have they hidden him? Let's go now. Where's mommy? Shh. Minket keresnek. Stay down. Hugo, it's me, Gabriel. Come here quickly. Hey, you! What the hell are you doing? Let's go. That's the kid, huh? Leave him alone. Shut your mouth. He belongs to the Inquisition. Aha, az inkvizíciónak hívják ezek magukat. Oh no! Leia!
you. No. I'm begging you. Hugo's not here. And you. Aha, és Hugót keresik, a kisgyereket keresik. Hugo de Rune, ugye a de Rune a családnevű. De miért azért keresik vajon, mert beteg? Érdekes. Bocsánat, csak borzasztóan megtámadott a tüsszögés, úgyhogy kifújtam az orromat. Hát, ha elmúlik. Én is elkaptam Hugótól itt egyből a dolgot. Nyilván a kisfiú nem érti, hogy mi történik. Meg kell találni anyukánkat, majd ő segít, mondja a Missia. Oh my god, Luis! Think it's funny making me run like that? Amicia! Ne nézz oda, Hugót! Nem tudom, hogy hol kéne kimennünk. A bejárat nem erre volt. Erre a konyha volt. Elég gyorsan prezentálta nekünk a középkort a játék, itt nem kérdeztek túl sokat, mielőtt támadtak. Érdés, hogy itt ki tudunk-e menni. Nagyon hatásos a muzsika. Inje? Well, well, well. Where do you think you're going? Hoppá! Anya megérkezett. My children. Jó van, azért nagyon távolságtartónak tűnt a muter, de úgy néz ki jó arc. What is happening? We will be all right, do you hear me? Come on. Minden rendben lesz, gyertek. Hugo, take your sister's hand. I'll go first, and you just have to follow me, all right? Fogd meg a nővéred kezét, kövessetek. Muter egy igazi ninja. Amicia, hold your brother's hand and follow me. Ha egyedül hagyott Hugót, bepánikol, és magához vonza az ellenségeket, írta a játék. De hát fogja a kezünket. Ilyen kis cuki ilyen mellettünk. És tovább kéne mennem. Jézusom. Nyugalom. Jó vagyok lopakodásba, ezt mindenki tudja. Who is it? The gardener knows the family well. Says he watched the kids grow up. Elkapták a kertészt is. Everyone loves flowers. I used to take him some flowers. You can do better than that. Take him. Make sure he tells you everything he knows. Ki akarják faggatni, hogy hol vagyunk? Illetve hogy hol van Hugo? Gyerünk, Muter Ninja. It worked. Shh. Hide. I've worked here all my life. They're like family to me. You'll get nothing out of me. Go to hell. Oh yeah. Nem akarnak beszélni a szolgák. Kapta. Have a little think, and I'll come back later. You don't die without talking to me first. Nézd ki, a fele embert lemészárolták, a felét meg kínozzák, hogy beszéljenek, hogy hol vagyunk.
I'll carry you. Given all right. All right. Gyerünk, Hugo Mász. Although we got a noble cause. Azaz. It's just a boy and a bunch of peasants. How long can it take? Look out. They'll see us. You have to get further away. If I can hit the helmets in the grates over there, your sling will give us away. I can throw it instead. Megtanulunk elterelni. LB, és akkor tudunk dobni a kezünkből is követ, nem kell hozzá a csúzli. Hopp. What was that noise? Right, let's go. Lopakodó mechanikák alapja nyilván az elterelés. Breathe, Hugo, like I showed you. Fáj a feje a fiúnak. What's wrong with him? His illness has awoken. We need to go faster. Ez a betegség. So, the boy? Nothing. He's hiding, but I need to calm down. Is tracking him down. Okay, ezeket is el kéne terelni. Megdobjuk a kis konyhai eszközöket. Azaz. Isten, annyira tetszenek a fények. Mother, maybe by throwing one of these pots. Really? The noise will attract him. We'll slip past behind his back. All right. Aha. Megnyomom az RB-t, akkor át tudok váltani a kőről erre a köcsögre. Listen, I know what you poor people are like. Always got a sneaky coin hidden somewhere. És akkor eldobjuk ide. That noise. Better go see what it was. És akkor ez önmagában, mert ugye a kő az önmagában nem csinál elég zajt, mert nem törik. És elerett az eső. Nagyon hangulatos, imádom. Nyisd az ajtót, Muti! Le van zárva. The hole in the wall. Yes. Hugo, I'm sorry. I know you're scared, but if you get through there, you can open the door for us. You're the only Hugo átfér ott lent, alul. Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through, alright? Alright. Gyerünk, Hugo, bátor fiú vagy. Megnyomom a fölfelét, akkor elengedi a kezemet Hugo, és átmegy kinyitni az ajtót. Óvatosan, öcskös, ügyes kis fiú vagy. Well done. There are people. Hold my hand. Stay here. It's okay, Hugo. Yes. Wait. Screaming for mercy won't make you run faster. Itt is vannak még. Hiányzik az egyik keze a fiúnak. Nem, ott van, az csak behúzta maga alá, ne butáskodjatok. Csak úgy tartja a kis kezét. Sziasztok, üdv mindenkinek a streamen, aki most jött. Várjatok, Hugót is be kéne húzni. Nem? Coming. Amicia, you have to help him next time. Sorry, no. I... My head. What is wrong with him? An attack. Listen to my voice, you. Rohama van és elkezd fájni a feje. Neki egy idő után. Oké, szóval tudjuk, ha csilingelés van, akkor a kis Hugónak fáj a feje. Na gyere, add ide a kezed. Azaz, add ide. Vagy megfogja a kis kacsóját. Ó, loot, loot nincs. Mehetünk tovább. Igen, valami migrénje van, olyasminak tűnik, de nyilván a betegség ennél komolyabb, ha évek óta tart. Zsupsz! Azaz. Irány a magas fűbe, reméljük Pokémonok nincsenek. Csinálunk egy kis elterelést. Megnyomom a lefelét. You know right. Akkor Hugo itt marad.
Megvárjuk, míg elfordul a katona. Kenem neki. Csak ugye mondta a muter, hogy Hugo nem tud olyan gyorsan sétálni, mint mi. Kérdés, hogy merre akarok tovább menni. Azt nem tudom, hogy merre kéne elterelnem az őrt. De van... Mother and Hugo need time to get through. De van nálam még pot. Azt rohadtul nem hallotta meg. És most megnyomom a lefelét, és akkor elvileg Hugo jön magától. Aha. Gyere! Azaz. Vigyes fiú. Pro! Oké, szóval van egy ilyen mechanika is, hogy tudunk az öcsi nélkül is mozogni. The garden gate. We should be able to get out of here. There's one guard left. The scarecrow. I used to practice firing at it. But he won't come this way. Yes, but we can wait until he goes away again. All right. Leave this to me. Okay. RB, kiválasztom a követ. No, Amicia. You're sleeping this way. You're right. Ah. Nem szabad a slingshattal lőni, mert az túl hangos. Hanem csak önmagába a kővel. Majdnem elrontottam. Ide jön, megnézi, és akkor megyünk, amikor visszafele sétál. Hát nem akar. Na, azaz. Gyerünk! Gyerünk! Azaz. You're alive. Jó. This way. This way. Follow me. Kijutunk végre. My darling. Go and hide quickly now. A muter nem jön. Madame, they are Amicia, here. You have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes, he helped me treat Hugo. He will look after him. What about you? You do have to come. Need me, Amicia. You are. Look, I do need you. I need you. Muter itt marad. Hurry now. Follow the river. It will lead you. Kövesd a folyót, menj Laurentius doktorhoz. Ezek hátra, nyugi! De azt mondta, hogy egyenesen fussak! El akartam menni balra! De azt mondta, hogy straight on! Nem is én lettem volna, ha nem rontjuk el egyszer. Mondjuk legalább olyan jól céloznak az inkvizítorok, mint a stormtrooperek a Star Wars-ba. Jesus Christ. Vissza akar menni Hugo a mamához, nyilván. De nincs rá idő. Mik ezek a földrengések? Életre kell az erdő. What do we do?
Ez volt az első fejezet. Második fejezet az idegenek. Hát elég erős felütés volt. Meleg a pite, így van. Nem sokat szarozott a játék a hangulatteremtéssel. Gyorsabban veszítjük a karaktereket, mint a Game of Thrones-ban, így van. Hát egyből árvák lettünk, nem csak a kutyánkat veszítettük el, hanem a szüleinket is. Mert hogy az inkvizíció jött, látott, és Hugót keresve a szülőket is eltette lábalon. Az anya pedig azt az utasítást adta nekünk, hogy keressük meg a doktort. Laurentiust. Immáron önmagunkban. Hugo? Hugo? Szegény. Mommy won't be happy when she finds out I fell in the water. Ó, anya mérges lesz, hogy vízbe estem. Hát anya már nem lesz mérges, öcsi. Well, let's not mention it when we see her, alright? Csak ő nem látta, ugye? Come on. First we have to get dry. Meg kell szárítkozzunk. Find help, a küldetés, keressünk segítséget. Misha, why did they want to capture us? Miért akarnak elfogni? I don't want to think about it right now. Well, ez egy jó kérdés. To take us to see mommy and daddy. Yes. Of course. Ó, tényleg, és azt se tudja, hogy az apukánk is halott. Hát lesz miről beszélgetni a játék során, öcskös, de most erősnek kell lenned. Keressünk segítséget, én meg próbálom nézni, hogy valami loot mellett nehogy elmenjünk, ami jól jöhet. Hát sok kérdést vett föl a játék így egyből az elején, de ha jól látom valami várhoz, vagy valami városhoz jöttünk. Csak hol vannak az emberek? Halló? Mi vagyunk az idegenek, kéne egy kis help. Beteg az öcskös. Rohadt jól néz ki, imádom. Pacik! They're really big. They won't hurt you. That's what she's those noises? Are they sick? They're just clearing their noses. Come on, we have to go. Prüszköltek a lovak, és megkérdezte a kölyök, hogy miért adnak ki ilyen hangot, betegek? Milyen kész cuki. Gyere, öcsi! Találunk segítséget, ne aggódj. Hugo, not now. But don't touch them. They're all rotten. But I'm hungry. How can you think of food right now? Éhes. Egyből odaszaladt a rohadt almához. Ne, nem kell megfogdosni mindent, Hugo. Majd én szerzek neked enni. Vadászok a kis slingshotommal. Na, menjünk be. Nem nagyon látok itt mást. Smoke. There must be a lot of people. Oh, füst. A füst az embereket jelent. Jó esetben. Milyen jól le vannak modellezve a házak. Néztem ilyen fejlesztői naplót. Még megmaradt középkori francia épületek alapján modellezték. Please wait, madam. A játékot. They look scared. Igen, mindenki fél, mindenki visszament a házába, az utcán nincs senki. Excuse me, I'm the daughter of Lord Robert Darun. We were attacked, we need help. Please, it's very cold. Please, it's very cold. Nemesi gyerekek vagyunk, hát nehogy már a köznép ne engedjen be. Halló. Anybody there? I'm with my little brother. The Darun estate was attacked. Hello? I'm begging please, you, please help us. We're wet and hungry. What on earth is going on? Hát rohadtul nem érdeklünk senkit. Please, somebody help us. Go away. You're not wanted here. But I'm
I'm your lord's daughter. Hát én vagyok itt a helyi nemes úrnak a lánya. Hát fejeteket vétetem. Ez árulás. I don't believe it. They're hiding. Elbújnak, Hugo, igen. Mert parasztok, tudod? Someone's drawn something on the doors. Come back here. That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. A fehér kereszt azokat a házakat jelöli, ahol betegek laknak, fertőző betegek. Én nem tudtam, hogy akkoriban így jelölték ezt, de gondolom, hogy ez legit. Az meg rohadtul ijesztő, hogy Hugo gondol egyet, elengedi a kezünket, és elszalad. Elégették a berendezési tárgyakat. Ja, hát itt elég sok házon van kereszt. Azért bújt el mindenki, mert itt mindenki fertőzött. A hangokat hallani arról. Valami van. Az igen! Élve elégetés. Boszorkány égetés? Vagy a betegeket? Well, I'll be damned. You're the rest of them. What? No, wait, we're just looking for someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That filth would attack our children in their beds and gave them the black thing. But now valami megfertőzte a gyerekeket. És minket hibáztatnak érte. Mi terjesztjük a fertőzést? Ja, mert hogy... A futás! Igen, gondolom, hogy a köznép a nemeseket hibáztatja, és hát mi vagyunk a helyi lordok. Hogy megfertőződött a város, úgyhogy most itt nem látnak minket szívesen, Jesus Christ. Oké. All's quiet. He's going to see us. Don't move. We'll have to wait until they show themselves. Then we'll get him. Nyugalom. Mindig véletlen a slingshotot nyomom. What's that racket about? Azaz, lecsaljuk. Oh boy. Gyere, te hülye. Gyerünk, Hugo. Add ide a kis kezed, az sikes. That's it. Almost. We showed him. Szép volt. Futás, Hugo, futás! Fogalmam sincs, merre futunk. Hugo, nyugi, improvizálok. Ugori! Azaz. Jézusom, ez túl intenzív. We should never have come here. Why are they doing that? They think we have brought evil with us. We have to find a way out of here. Ja. Azt hiszik, hogy mi hoztuk a fertőzést a városba. Na jó, egy kis puzzle, hát figyelj. Let's push it. Ó, oh, yes. Együtt tolják. Aha. Azaz. Szépen oda toljuk. Úgy. Good. We can climb onto it now. A köveket felvesszük, loot legyen. Meg ahogy nézem, itt most nem kell rohanni. Itt is megnézem, hogy hagytunk-e valamit. De úgy néz ki, nem. Oké. Okay. Na gyerünk, Hugo, másszál. We're going to climb up. Azaz. Yes. Ügyes kölök vagy? Azaz. Kezecskéd ad ide. Ezt megyünk tovább. Kőből tele vagyunk. Jó.
Hoppá. Zárva az ajtó, Hugo. B-terv. Ott egy ablak. Föl tudsz oda mászni, öcsi? Ha fölraklak? Nem. Most kéne még valami, amit mozgatni tudunk. Don't move, I'll be right back. Maradj itt egy kicsit. No. Hmm. De az fehérre jelezte eddig. You can come now. All right. Nem tudsz oda felmászni? The chain doesn't look very strong. Aha! Segít a játék az olyan ügyifogyiknak, mint én. Do you have a better idea? Sújt! Picit hangos volt, semmi baj. És akkor oda toljuk. Azt hittem, hogy a kölyköt fel tudjuk rakni, hogy elérje a lelógó ronydarab végét, és azon fölhúzza magát, de hát nem egy atléta, úgyhogy végül is jogos. Na, gyerünk, öcsi. Climb up. I'll help you. Yes. Igen, attól tartok, hogy ezt meghallották. De nem baj. Azaz. Csak nyugodtan. Well, we got out. So we can leave now, right? If they don't find us again. But you have your sling. You can protect us. It's not that easy, Hugo. Oh. Hugo milyen aranyosan mondja, hogy de hát nálunk van a csúzlink, hát meg tudjuk védeni magunkat. Az nem biztos, hogy sokat segít egy fellázadt város ellen. Egy városnyi ember ellen, hogy én itt csúzlizgatok jobbra-balra. Jaj, észrevett a leskelődő Marika néni. Ász, Hugo! Bassza meg! Hugo, where are you going? Don't leave me. Amicia, come here. This side. There you are. I found this, so you can climb up. Well done. I'll get it to fall. Watch out. Azaz, Hugo, ügyesen átmásztál. Csak nem tudok célozni. Na. Azaz. Okés. És ezt most ide húzod, Hugo. Nézd meg, milyen ügyes a kölök! Azaz. Köztetyám. I'm sorry about the ladder. It's my fault. You were right. We need to go home. We can't. Not without Laurentius. Kis cuki bocsánatot kért, hogy eltört alatta a létre. Nem a te hibád, öcsi. Nyugalom. Jó. Út nincs. Amicia, hide! They were here a few minutes ago. The two of you surrounded the whole area? Get out of here! Call the others and get those alleys blocked. If I catch those brats, I send them back to hell. They won't get out of here alive. Szép buzogánya van a bácsinak, mit ne mondjak. Idióta. Come on. Na jó, nem félünk tőlük, Hugo, nyugi. Lehet, hogy erősebbek. Conrad lost his mind when he died. We have to burn innocent people? De mi okosak vagyunk. Meanwhile, the plague spreads through the village. You think it's normal to have a girl and a kid running around here with the things the way they are? I bet they came out of the church with the rest of that scum. Hmm. What was that noise? Nem tudom még pontosan, hogy mit csinálok, de csinálom. Aha, itt el tudunk bújni. Azért a játék bőven ad nekünk törhető dolgokból, hogy figyelmet eltereljünk. De nem a követ akarom dobni. Hanem a köcsök. What the hell was that noise? Azaz. Gyerünk, Hugo! Azaz. Futás! Jesus Christ! És még a zene is rátesz egy lapáttal, amikor észrevesznek. Gyerünk! Quickly, please! I'm
Befelé! Don't hold them for long! Quickly, quickly! They know we're here! No, it's stuck! Ó, basszus! Zárva. Oké. B-terv. Ablak, Hugo, ablak, ott te kiférsz. Hugo, go through there. Open it for me. Erünk, Hugo, nyisd az ajtót. Oh. Elzárták egy fával a bejáratot. Hugo, he's here. Hugo, do something. Szép volt, Hugo. Azért jó bírják a sprintet. Ó, köszönöm, Mutter! A nénye! Megmentett a nénye! Rest now. You're safe. They'll never come looking for you here. You're soaking. There are clothes you can change into upstairs. Köszönjük in szépen. A chest in the bedroom. Ah, are you sure? Thank you. Oh. A néni segít nekünk, milyen kedves. Azt mondja, hogy menjünk föl, találunk tiszta ruhát fönt. Köszönjük szépen. Ugye nem fog minket izé megsütni élve. Olvastam én mindenféle meséket kampós orrú öreg nénikről, kik gyerekeket akartak. Na mindegy. Ó, micsoda jó kis szerszámos cucca van a néninek. A másik oldalon van a lépcső. Bocsánat, még nem ismerem ki magam a házban. Now, be my guest. The chest is upstairs. Köszönjük szépen. Ott a chest. De várjál, Hugo, ott még villog ám a lút. Incense. It smells like home. Oh. Mother used to use it. Kis herbálium. Ó, basszus, egy gyűjthető cuccot elhagytam. Kész, vége a 100%-os ránnak. Ez várható volt. Na gyere, Hugo, öltözzünk át a hideg ruhából. Az ázott vizes, nedves cuccok. That's better. What about you? We have to go and find Mommy Amicia. Not yet. She told us to find Laurentius. But that's silly. We're going to get caught. Hugo, we're going to do what she told us and that's it. Anyát Hugo, akarja, wait. Hugo. Basszus. Hugo, hát ne rohanjál el. Légy szíves. Nem kell nekem egy hisztis kölök. They fit you. Good. They belonged to my grandchildren. Nagyon jók a ruhák, köszönjük szépen. My name is Clairvy. Clairvy. And this is Hugo. Clairvy-nek hívják a nénit. Say thank you, Hugo. Clairvy, what is happening Clairvy. Here? The plague. So many people dead. A fertőzés. Those still alive. Rengeteg embert megölt. At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. Igen, Laurentius doktort keressük. Perhaps a man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but what? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must nem go tudja, and see. Hol van. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. Hmm. And feel free to use the workshop in the next room. Ó, használhatjuk a kis barkács asztalát. Kind of you. Hogy feljavítsuk a csúzlinkat. Mik feel vannak? Free to use the tools by the workshop. Köszönöm, Clairvy néni. C néni, én csak így fogom hívni. Na, Hugo melegedik a tűznél, C nénivel, és azt mondta, hogy találok bőrdarabokat hátul, amivel megújíthatom a csúzlit. Right, got the tools. I just need the leather.
Találtunk túlokat. Leather. Ott van a bírmíves. Leather. Right. Let's get to work. Hát egy kicsit többet is elvehettünk volna, van itt bőven. Azért én itt még szétnézek. Ha, itt van egy hely, ahol Hugo ki tud mászni. És ki tudja nyitni ezt az ajtót. Hugo, gyere csak ide! Nem, most nem tudom magamhoz hívni, akkor majd lehet, hogy erre kell tovább menjünk. Na nézzük, hogy néz ki ez az asztalos. Come on, keep calm and concentrate. Nyomtasd nyomva az át, hogy megjavítsd a csúzlidat. That's much better. With the right materials, I could improve it even more. Azt a mindenség. Ilyen komoly fejlesztések vannak benne. Gyorsabban tudunk lőni vele. Egyre több nyersanyagot tudunk magunknál tartani, ha ezt fejlesztjük később. Meg egyre pontosabb célzás így a izével. Több töltény. Csendesebbek vagyunk. Van itt minden. Csak kellnek hozzá látható nyersanyagokat jobb oldalról. Ilyen kis RPG elemek vannak a játékban. Nem tudtam, hogy ilyen is van, de ez fasza. Annó az én időben nem tudott ennyi mindent egy nyomi csúzli. Hát, Norbi. Right. I must go and thank Clovis. Változnak az idők. Bármikor tudok kraftolni, hogyha megnyomom a selectet. Aha. De akkor nem kell hozzá ez az asztal, hogy upgrade-eljünk. Akkor minek van? Na mindegy. Köszönöm szépen, C néni. So? It's a lot better. Thank you, Clovis. Thanks for everything. So that's where you lost them. Oh, jaj. Yeah. They won't survive long around here if you ask me. Megjöttek. What on earth are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Not and stupid. Shout, children. That's enough noise. I want to see Mummy. Shut up. You're going to get us killed. Mummy will protect us. Shh. Enough. I want to see Mummy. Mummy is dead, Hugo. You'll never see her again. Or Daddy. Amicia. Oh. You're lying. Hát ezt nem így kellett volna elmondani. Both of them, so shut up. Lying, lying. I hate you. Please stop. Hugo, no. Hugo, wait. Don't go out, you're mad. Aj, basszus, a hisztijével fölcseszte a lányt, aki így rázúdította, hogy nem fog megvédeni minket se anya, se apa, mert halottak. Mire nyilván a kiskölyök azt mondta, hogy hazug disznó vagyok. És elfutott. Bassza meg, Hugo, gyere vissza! Tudom, hogy hülye voltam! Hugo! Aj, nem akarom, hogy ő is meghalljon. Egyből az elején. Bár azt hiszem, hogy... Mármint, hogy jól emlékszem, akkor ő velünk van tovább. Úgyhogy csak nem, de... Ó, basszus, megtámadták! No! No! No, let him go! So that's where you were. No, wait, we just want to leave. YOLO! Never come back. Please, no! I didn't want to. Amicia! Amicia! Meghalt! I'm coming! Tudom, hogy ez az első gyilkosságunk, és ez a drámai momentum, de... Lootolni lehet? Bocsánat. Nem lehet. Hugo, jövök! Jövök, nyugi! Please say he's alive! Please say he's alive! Hugo! Let go of me! Let
Valaki megint elkapta. Hagyd békén! I'm gonna start with you. Why do you have to come here? Why? Don't make me. Ez így nem lesz jó. B-vel tudok dodge-olni. Ide egy kicsit kevés lesz a csúzli. Oké, gondolkozz, Nessai. Üttessük be vele az ajtót. Gyere! Nem tudom hátba szúrni. Azaz, leszedjük a páncélját. Alulról ütöttem, volt időm dodge-olni. Ilyet kaptam. Bocsi. Ilyet rám húzom. Basszus, béna vagyok. Te ott mit csinálsz? Ujjaj! Várjatok kell, még kőmel kifogytam. Azaz. Azt kapd el, te fasz! Na tök jó, most már azt is látták az emberek, hogy gyilkos vagyok. Amicia. Öcsi, jól vagy? You killed him. Hát muszáj volt megöljem, öcsi, hát bántani akart. Ezt a buzogányt elvihettük volna, csak kicsit nehéz szerintem nekünk tartani. Harmadik fejezet, Retribution. Mint a Paladin a WoW-ban. Durva. Köszönöm szépen a követéseket és a támogatást, srácok. Snail, köszi a cheert szokás szerint. Hálám, nagyon-nagyon köszi mindenkinek. Megyünk tovább. Ez már a templom, azt hiszem. Ha jól láttam. I'm coming. Klasszik. Jól néz ki. Wow. Mindenhez oda kell szaladnia. The candles are to show that you're thinking of someone. Így van. Oh. Can I light one? If you want to. Don't burn yourself. Thank you. Elmagyarázta Hugónak, hogy azért gyújtunk gyertyát, hogy emlékezzünk valakire. És megkérdezte, hogy ő is gyújthat-e egyet. For mommy and daddy. Anyának és apának. Watch over them. Cuki. Ügyes vagy, Hugo. Újtottunk a szüleinknek egy gyertyát. No. It's funny.
the sound here? There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Tetszik neki a vízhang. Én meg közben lootoltam egy kis szulfurt. Nézzünk körül, hogy mi újság van ittem. A barricade. Why have they done that? El van barikádozva. Mint egy kereszt. Oh, a necklace. Egy nyaklánc. It's a rosary. What's it for? Praying. Can I use it to talk to mommy and daddy? We'll do it together. Imához használt nyaklánc. Ennek van valami neve? Magyarul, srácok. Tudjátok, hogy nem vagyok nagy vallási tudó. Rosary. Ezeknek a fakereszteknek láncon, amivel imádkozni szoktak. Rózsafüzér. De miért rózsafüzér? Mi köze a rózsához? Tudom, hogy ostoba vagyok, csak kérdezem. De egyébként van róla angolul itt leírás. Köszi szépen. Itt is van valami loot. Alkohol. Na! Kis hugom. Nagy buli lesz. Ó. Sokan tudjátok, hogy így hívják, csak azt nem tudjátok legtöbben, hogy miért. Nem baj? A fele tudás is segít. Minden szem a láncon egy imát jelképez, ha jól emlékszem. Á, köszönöm szépen. Na. Fel tudjuk ajánlani az oltáron? Tudunk imádkozni? Aha. Forgive me for the evil I have just committed. I never... Amicia, you're really squeezing me. Sorry. Bocsánatot kért Amicia a bűneiért. A latin nevéből fakad valószínűleg a rózsafüzér. Okés. Na. Kérdés, hogy hogyan taszigáljuk el a barikádot. Nézzük meg, hogy tudok-e craftolni. Vagy upgrade-elni. Upgrade-elni egyelőre nem, ahhoz sokkal több alapanyag kell majd. Jó. Akkor mi a terv? A barikáddal. Meglőni nem tudom. Szoktak még lenni azért ajtók. Csak nem látok. Picit sötét a játék. De valószínűleg itt van egy ajtó, amit nem vettem még észre. Itt nincs. Hát csak van egy lejárat még a templomba. Valamerre. Szia, Hirx. Hey, look! There's a broken window and a ladder. Could be our way out. Igen. Ezt félszemmel láttam is, mikor bejöttünk. Come on, get up there. I hope it doesn't break like the other one. It won't, Hugo. Trust me. Nem törik el, mint az előző. Nyugi. There's someone there. Children, what are you doing here? Oh, jaj. Father, we need help. Leave. It's dangerous. You have no business being here. Wait, please. It's important. We should go and talk to him. El akar zavarni minket az atya is, hogy veszélyes itt lennünk. Hát de atyám, hát segítségért jöttünk. Is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him. It has to. Laurentius atyát keressük. They've broken everything. A doktor. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. Szét van törve minden. Tönkretették a templomot is úgy, ahogy van. Ó, oh, találtunk egy kis szövetet. Most már így a harmadik fejezetnél a játék azért elkezdi adni a crafting alapanyagokat. Tudjunk majd gyártani mindenféle jóságot. Úgyhogy megpróbálok nem elmenni mellettük. És általában akkor szoktam elmenni mellettük, mikor ezt kimondom. I know that smell. Na mit érzel, öcsi? Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. Gyógyító teafüvek. Főnek itten. Papbácsik, papnénik készítik biztos. Nem, mint hogy apácák. Egy kis bőr, nagyon jó.
Olyan jó megvan oldva az átszűrődő fény az ablakokon. Egy játéknak a grafikáján egyébként nagyon sokat ront vagy javít, hogyha fényefektek jól vannak megoldva, akkor is, hogyha a textúrák nem a legjobbak. Mint például itt. Na, itt a kertben láttam... Aha. Csomó szedhető dolgot. Én is észrevettem a növényt, Hugo. They're carnations. We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait, come here. What? It will protect you, and it's pretty too. Aww. All right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're welcome. Azt mondta, megvéd minket a virág. És a hajunkba tűzte. Hát meg kell zabálni. Kész, cuki. Ez aranyos volt. Na. Salpeter. Lelút. Várjatok a fejszét, nem tudjuk magunkkal vinni. Azért az, azt elbírja a csaj. Én azt mondanám, hogy hasznos lenne a jövőben. No, mindegy. Egy kis kő. Egy kis fabrik. Körbenézzünk még itt a verandán. A virág neve Büdöske. Egy kis kötél, és még egy kis szulfur. Sír. Ha a tegnapi fűből készült a templomi tea, meg lehet megérni egy pohárkával. Csak nem. Na jó. Sok út nincs, megyünk előre. Kutacs! Father. Atyám, segítsen! You again! I told you to just leave! Just a moment! Just a... You have no idea! Leave while you still please. Can! Please! Someone has to help us! Do it for him at least! The Robert Darun, coat of arms. We are his children. Oh. Ismeri a nemesi jelvényt. The doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Ismer minket. Your presence here is not a good sign. És a doktort is. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. Mi történik a városban, az még rosszabb. Azonnal el kell menjetek, vagy meghaltok. Elment az eszük a városlakóknak. No, I cannot leave the church, but an exit through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but after that, may God watch you. Azt mondja, útba igazít minket, megpróbál segíteni a kijutásban. All seems calm. De ő neki itt kell maradnia. Nagyon fél. De még nem tudni, hogy mitől fél ennyire ő is. Maradjatok a fényben. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Harapásokkal kezdődött az éjszakában, aztán elterjedt a fertőzés családokról mindenkire. Láz, majd halál. Mire rájöttünk, honnan jön, túl késő volt. Did it come from? We're nearly there. And Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Csak két szerzetes maradt a templomban életben. Akkor tehát a patkányok hozták a fertőzést, ugye jól értem, a harapásokkal. Brother Morel. Stay here. Gondolom a patkányok a pestisnek az ábrázolása, úgymond, fizikális formában.
Gondolom azt erősíti a játék. Brother? A pest is terjedését erősen rátolja a patkányokra. What is the matter? Nyilván ennek van reális alapja, csak... Hello! No! Quick! The light! Father, no! The light! Okay, szóval... Ez rejtőzött a föld alatt? Jézusom! Úgy néz ki, félnek a fénytől. Hát jó. Aha. És ahogy mozgok a fákjával, mozog a raj is. Jesus Christ. Ha vannak egy páran. It's a nightmare. We have to get back outside, Amicia. I know. Keep moving. A monk. The other brother. Az egész utána is jönnek egyből. We're going to have to climb up. I'll have to put the torch down. No, please. Calm down. There's a torch holder. We'll still have light. Jézusom! Gyerünk, vedd föl a fákját! Ó, basszus! Jó, hát a fákja ott marad. Iha! Bot, bot, bot! Azaz, jó. Viszont a bot az elég egy idő után. Nem ég örökké. Úgyhogy itt sietni kell. So that's their plague. The priest spoke of a way out through the crypt. Ez kemény, oké. Igen, szóval úgy néz ki, hogy a játék tényleg magát a pestist, a fekete halál terjedését emeli egy ilyen szupernaturális szintre ezekkel a túlbuzgó, világító szemű patkányokkal. Tehát ők jelképezik úgymond a betegséget Amicia, fizikális formában. Oké, ott kell kijutnunk. A kérdés, hogy hogy. Na jó. Itt van egy kis szulfur. Most valószínűleg a kriptában hagytam egy csomó lootot, de nem volt időm ott... Lootot keresni. Come on, I'll help you. Oké, és... Na. Itt a tűz. Ez oké, kellene bot? Vagy valami? Kővel tudok csinálni valamit vajon ellenük? I should be able to knock it down. Aha. Viszont azt le tudjuk szedni. Aha. Try not to look. We can't do anything for them now. Azzal az utolsó darab húst is lerágják a testről. Nagyon kis kedves. Hello, patkányok. Jó. Oh. Tetszünk nekik. You go first. All right. Elég parák. Meg a kísérő zene hozzá. Na baj, mostantól minden sötét helyen félni kell, hogy honnan jönnek elő. Loot. Aha.
Ott az kell nekem. Right, we'll pass at the same time. Uh-huh. Az ott himbálózik, úgyhogy jól kell ütemezni a mozgást. I'll go first. Yes. Nagyon jó. Nem kell félni, csak ajánlott, így van. Gyerünk, és... Az a zöv! Nem akarom megtudni, mi történik, ha elrontom, és nem is akarom végignézni. Nagyon jó. Na, tudunk-e valamit craftolni? Aha. Zsebünket tudjuk fejleszteni. Így több nyersanyagot tudunk magunknál tartani. Hát akkor pocket fejlesztés, upgrade. Fasz. This should make things a little easier. Legalább ennyi. Nem túl bonyolult upgrade rendszer. Jézusom. Visszamenjél. Visszamenjél. Oké. Okay. Na gondolkozz, Nessali. They eat meat, don't they? It might work. Le tudjuk szedni a húst. És akkor arra rámennek a patkányok. De hova futok tovább? That seems to keep them busy. Are you sure? Another ham should be enough. Come on. Menjetek a sonkára! Én a lootot viszem. Jó. Gyerünk, gyorsan. Nem tudom, mennyi idő teszik meg, de nem akarom megtudni. Oké, okay, a kötözött sonka eltereli őket. Szevasz Balázs. Jézusom, visszamenjél! Na jó. Egy kis alkohol. Az asztalra föl tudunk menni, ugye? Azaz, Hugo. Jól, azt nézem, hogy lelőni itt nem tudunk semmit a plafonról. Patkányok meg. Don't fall! Don't fall! Don't fall! Don't fall! Hold my hand tight. Nyugi, nem esünk le. Ott a sonka. Azaz. That torch! There's a hole in the grating. I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. Menj át, Hugo! It's heavy. Hugo, hurry up. És add ide a fákját. Hugo, hogy ajaj. Are you alright? Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misha, how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Okay. Ready? Na, elég közel megyek hozzá. Slowly. Akkor megvéd az ő fénye. Very good. Basszus. Ez nagyon para. Look, there's a hole. Do you want the torch? Yes, there are too many rats on my side. But where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Uh-huh. Go through there and I'll meet you on the other side. Tehát menj körbe, öcsi. Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. Alright, mindjárt jövök én is. Jó. Na van fákjám. Na most mi van, parasztok? És már nem vagytok olyan kemények. Azt hiszitek, nem lootolok, mi? Nagy figyfenét. Körbe megyek a lootért. Fákja századokig ég. Mondom, tudtam én, hogy van itt loot. Csak bátornak kell lenni.
Azon gondolkozom, hogy vajon ezeknek a patkányoknak egyesével van megcsinálva az AI-ja? Mert hogy mindegyik más irányban mozog. Tehát, hogy így nem hullámként mozognak, hanem olyan, mintha minden egyes patkány egyénileg lenne kontrollálva az AI által. Érdekes. De faszán meg van csinálva. Na, lerakjuk a fákját, és akkor mászunk. Jep. Köszi a követéseket amúgy, srácok, mindenkinek, és a támogatásokat is, már amikor van, akkor mindenképp. Ez ilyen low blow volt, abszolút. Tehát ilyen egyáltalán nem rejtett. Ez a baj, amikor jó a játék. Mindenki a játékra figyel. Értem, déjà vu, értem. Nem alszik ki a fákja, ne vonzátok be a rosszat, ne vonzátok be. Ne butáskodjatok. Jaj. Levi, köszönöm. Akkor legyen D. Köszönöm szépen, Levi, Mr. Star focista. Na, haladjunk tovább. Ujjaj! Azt nem mondta, hogy beesett az öcsi a patkányok közé. Add ide a fákját! Nincs fákja. Basszus! A célzás egészen burkoltra sikerült. Köszönöm szépen, Balázs! Mi az Isten csinálja? Ó, várjatok, le kell lizélni valamit, tuti, aha. Kevés. Odáig kéne eljutnom. Mert ott már van bot, amit be tudok gyújtani. Ja, itt van! Ó, Istenem, de jól elrakták, bocsánat. És hogy visszamásznak a kis lyukakba, undorító. Gyorsan leég a... bot. Na, tűnjetek innen, mert az öcskös bajba van. Ezt begyújtjuk. Aha. Oké, okay, ott van fönn, minden oké. Okay. Ugi öcsi. Ügyes vagy, öcsi. Vissza tudok futni? Vagy nem nagyon enged visszafelé. És az a baj, hogy itt nincsen bot. Itt bezsákutcáztam magam? Ja, nem? Aha. Van itt még. Es. Ó, és le tudott mászni a létrám. I shouldn't have left you alone. It's too risky. That's all right. Körbenézek, hogy van-e itt loot. Mennyire jó a zene.
Akkor mindig igyekszem csöndbe maradni, mert tényleg nagyon jó. Valahogy a jó zene az annyira meg tud határozni egy játékot, tényleg. Például nagyon hiányoltam a Days Gone-ból. Jó, átjutottunk. Onnan jöttünk szemből. Na, rengeteg lootot találtam. De nincsen túlom. Úgyhogy most rág az ideg, hogy vajon mit felejtettem el, és mit nem vettem észre. Mert hogyha ide raktak egy crafting asztalt, akkor biztos, hogy kellett lennie valami lootnak, amit nem vettem észre. De mindegy, most már ezért nem fogok visszamenni. Úgyis végigjátszátok szerintem majd ti is a játékot, akiknek tetszik. Mert egyébként elérhető PC-re, Xbox-ra, meg PS4-re is, majd... Majd ti jobban figyeltek. Jó. Sat on the ground. Should we go anyway? Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay close. Mi ez az undorító indafertőzés a földön? Tehát van egy anyapatkány, egy anyakoca, és abból jönnek a kicsik? Valami hive mindból? Vagy patkányürülék száradva? Ez a kettő lehet. Nem biztos, hogy tudni akarom. Az is lehet, hogy az egész játék ott romlott el, hogy megöltük azt a malacot. És ez a malacból származik. Ú, ez necces lesz időbe. Gyújts be! Jó. Nagyon szép a fészkük, mit ne mondjak. Lehet, hogy nem kéne boncolgatni ezt a témát. Hozok még egy botot, mert ott nem láttam. Ezt egy kicsit féltem, hogy rám harapnak. Ja, ide volt eldugva, zseniális vagy, Nessai. Jézusom! Gusta! Na jó. Tűnjünk innen. Gyerünk. Jézusom! Az igen. I want to see mommy. Gónak hiányzik az anyukája. I don't want her to be dead. Nem akarom, hogy halott legyen. I want her to come back. Szia, Xefi! Negyedik fejezet! The Apprentice, a tanítvány. Hát elvileg errefelé van Laurentius barát, Le Doctor farmja, legalábbis az atya azt mondta. Úgyhogy reméljük, megtaláljuk őt, és talán ő tudni fog mondani valamit Hugónak a betegségéről is.
meg erről az egész Plague-ről. Bár gyanítom, hogy kettő gyerek nem fogja tudni az egész pestis járványt megállítani, de meglátjuk. Soha nem mehetünk már haza többet? Hát nem, Hugo. They'll find us when it gets dark. We'll be safe with Laurentius. Come on. Lehet, hogy még egyszer sem említettem a végigjátszás során, de hogy néz ki ez a játék? Zseni, komolyan mondom. Nagyon tetszik. Up there, a windmill. Is that Laurentius's farm? I hope so. Mm-hmm. I've never seen a real windmill. Ott egy szélmalom. If we're careful, you'll be seeing one very soon. Reméljük, hogy az a doktor farmja. És még madarak is itt röpködnek. Valahogy én nagyon élem ezeket a countryside-on játszódó játékokat. Ezek a vidékek olyan szépek. A Witcherben is ezt szerettem nagyon. Van, akinek az jön be, amikor ilyen városban, nagyvárosban játszódnak a játékok, neonfények, jó sok tükröződés az aszfaltról. Én is szeretem, de valahogy a természetet tudják szerintem a legművészibben, a legszebben megjeleníteni a játékkészítők. De lehet, hogy csak ez ízlés kérdése, nem tudom. Igen, valószínűleg azért, mert pösti gyerek vagyok, és túl sokat láttam már a városból. Engem még könnyebben lenyűgöz a természet. Lehet, hogy azért van. Lehet. Amicia, look! It's one of the men that attacked the house. The Inquisition. They're here. Ó, jaj. Ez az Inquisíció egyik katonája. Azokkal nem kéne packázni. Xboxon játszom, Norbi. Nincs RTX. Nem is tudom, hogy támogatja a játék. Do I look like a rat? How should I know? Well, I say we'll never get rid of these nests using stupid lime. Whatever happens, we have to get out of here before the sun goes down. They like the dark. So back to business. Ők is tudnak a patkányokról, el akarnak húzni, mielőtt lemegy a nap. Jó, kell nekünk a kő. És ide csaljuk az egyik őrt, de hova megyek tovább? Oda lentre valószínűleg. That's an odd sound. Majd amikor visszafele megy. Megnézed? És visszafordulsz. Nothing. Nothing. Nothing, te francia pahaszt! Te csigazabáló, te. Itt nem lehet lemenni, úgyhogy én nem erre akartam menni, de ez is jó. Amicia, look! There's a bridge that leads to the farm. Jó van, nyugi. What a waste of time. De amúgy ezt a parasztot fejbe tudom lőni, nem? Megérkezett a válasz, nyilván. Levi, köszönöm szépen a subgiftet, csaszit meg. Őt le tudom lőni. Nincs is hova bújja. Amicia! Kapta. Mi nem lehet lelú... Oh, loot. Na ez az. That should do it. With that and the second barricade, no one will ever get through. I'm going to the bridge. The cart will be back with the other... Elbarikádozzák az utakat a katonák. Persze, egyből megláttam a lootot, egyből elindultam oda. We are trapped. There's a hole in the wall. I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. But they'll see me. I'll keep him busy. Trust me. Ezt mindjárt megcsináljuk, csak engem érdekel, hogy mi van ott felfelé. Most, hogyha meghalok, akkor meghalok. Ott egy chest, na ezért kell jönni. Hmm.
azon a chesthez, mintha kulcs kéne. Stay here and not a sound. I'll wait for you. Elbasztam! Look out! There's someone here! Intruder! Hold down! I won't miss you this time! Érdekel az a chest, basszus, érdekel az a chest. There's a hole in the wall. I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. They'll see me. I'll keep him busy. Trust me. I will be back soon. Na, kinyitja. Loot, 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 loot! Jó. Gondoltam, hogy itt valami mechanika van, amivel meg kell ölni a lovagot, és nála lesz a kulcs, azért lőttem meg a szerkezetet. De nem. Viszont az egyik lootból tele vagyunk. Basszus. Na, nem bírtam fölvenni többet. It's okay, Hugo. Gyere, Hugókám. Nővérkéd lootolt egy picit. Na, azt mondja, hogy... Igen. Oda tereljük. Te befutsz, Hugo, és kinyitod az ablakot. Menjél. Gyerünk, gyerünk! Gyerünk, Hugo, ügyes vagy! Basszus, át kéne futnom oda. It was nothing. Yes, now it's my turn. Nem vagyok itt. Lapátoljál szépen. Nem vagyok itt. Again? Got to know for sure. Nézzed csak meg a ládikát, azaz, te hülye farok, azaz. Well done. Amicia, we have to get out of here. Aha. Találtam egy toolt. Most már tudunk upgrade-elni. Fejlesztem az ammunition táskát, amivel gyanítom több darab kő marad nálunk. Több töltény. Vagy pedig a pontosságát a csúzlinak. Hát egyelőre a baget inkább. Ó, de ehhez workbench kell. Akkor itt csak nézni tudom, tehát fejleszteni nem tudok, rosszul értettem az elején. Bárhol, csak meg tudom nézni a fejlesztéseket. Jó. Itt is van egy katona. Aki ráadásul pont rossz fele néz. Úgyhogy valamit meg kéne zörgessek. Ja, de hülye vagyok. Itt van nálunk a köcsög. Remélem ott nem hagytam útot. Van zárva a híd. And what are we looking for exactly? A 5-year-old kid. Hugo the room. Brown hair, blue eyes. Miért keresi mindenki Hugót? Usual. Captain of the Purple Guard wanting them alive? Very important, I was told. Lord Nicholas has his orders direct from the Grand Inquisitor himself. So keep your eyes peeled. A Grand Inquisitor adta ki a parancsot. Hogy kapják el Hugót. Jó, ti ott beszélgessetek hatalmas nagy lendülettel. Merjek átfutni oda? Hát jóló.
Nagyon örülök, hogy itt sehova nem lehet elbújni. Én rámegyek a lootra. Még loot? Nincs loot. Nem vagyok itt, abszolút. Nem vagyok feltűnő. Ott egy őr bent. Más lootot nem látok a vízbe, gondolom nem mehetünk be. Jó, az az őr oda felmegy, őt ki tudjuk ütni, csak az elég hangos lesz. Ott. Azt nézem, hogy mi lóg le. Ezt meg tudjuk előni. Gondolom a folyóba nem mehetünk be, az túl egyszerű lenne. Igen, a kérdés az, hogy volt olyan játék, amelyben az Inquisíció jó szerepben tűnt fel. Mondjuk a Dragon Age Inquisition, na mindegy. Hú, hát őt szerintem inasba rakom. Ennyi. Ezzel nem lehetett variálni. Kis loot, alkoholból is fullon vagyunk, nagyon kéne már egy workbench. Itt kint nem volt egy asztal. Ez egy szómill, itt csak lesz most már valami munkaasztal, ahol tudok fejleszteni. Nincs fenn eldugva loot. Dragon Age nem számít. Az egy páncélos őr. Ha jól látom. Aha. Jött a pottal. Persze, de azt nem látja, hogy mögüle jött a cucc. Go on. Slowly. Yes. Gyerünk, gyerünk, bassza meg! Azaz. Good. És ott a munkaasztal. Jó. Oké. Okay. És akkor ahogy néztük, ammunition bag fejlesztés. This should make things a little easier. Azaz. Jó van, srácok, jó van. Ügyi, bügyi. Ez így nagyon nagy kerülő ám. What did I do? Why are they looking for me? You didn't do anything. It's they're the ones who did something. Azt kérdezi, mi rosszat csinált, hogy keresik. If they catch us, will they hurt us? Bántanak, ha elkapnak. They're not going to catch us, all right? Nem kapnak el. All right. Olyan kis cuki ez a gyerek, komolyan. Mindig benne van, tudjátok, az ilyen játékokban a félelem, hogy a gyerek karakter idegesítő lesz. Szerintem Hugo Cuki nem idegesítő. Úgy, tehát tudok vágni a susnyáson? Nem. Egyből keresem a titkos utat. Slács, slács. Wow. Ne fuss el, öcsi. Hugo? Hugo? Where are you? Hugo, it's not funny. Bújócskázik. Remélem. Hugo? Meg fog ijeszteni, tuti. Hugo? Hugo? Did I scare you? The Inquisition Boo. Is here, Hugo. Do you want them to take you away? Don't ever do that again. All right. Igen. A Life is Strange-es Daniel példát vehetne Hugóról. Akartam mondani én is. Oh, jaj. That's why we signed up.
True enough. Have no doubt, brother. Meg ne forduljál, mert sikítok. Mert hogy a csirkéket nem lehet elkapni. Hello, cocce! Rászólt a valackákra, hogy bújjanak el. Életem. Na, másszál be. Klau. Kek. Ja. Most nézem Norbi Discordon, micsoda hirdetést adott fel, hogy legjobb stream EU van. Na, tudtam én, hogy megéri bejönni a házba. Ott a chest loot apának. Akarják tovább menni. Menjünk lefelé. Kezd nagyon nyílt lenni itt a terep. Ó, basszus, és ráadásul járőröznek a lugasban. Ezek milyen fák? Vidékiek előnyben. Bár a termés nem látni, úgyhogy így kicsit nehezem. Pálinka fa! Ez itt észrevesz? Huh? What's that? Guys, I've got some intruders here! Észrevett. Nyugi van! Don't move and keep calm. I'll be back very soon. Leave him alone! No, no! Jó, hát nem tudtam, hogy észreveszel. Még így a játék első fázisába kell kitapasztalni, hogy milyen a line of sight. De abszolút egy pozitívum, hogy nem totálisan hülyék az enemik. Tehát, hogy nem az van, hogy csak 20 fokban látnak előre. Mint annyi másik játékban. Most kiderül, hogy újra kell lootolni ezeket a dolgokat. Az ajtón is bemehettem volna. Aha. A checkpoint a lootot nem menti el. Jó tudni. Mondjuk most felmerül a kérdés game design szempontból, hogy itt vajon csak egy út van-e? Mert ez most elég open résznek néz ki. Mondjuk könnyen lehet, hogy itt több felé lehet ám menni. Oh no, there's loads of them. Shh, keep quiet. Hoppá, majdnem itt hagytam egy chestet. Na látjátok, ezért haltam meg. Ezt meg kellett találni. Salpeterből fullona vagyok. És hogyha hátul megyek át, akkor is meglát. Bazd meg az anyád! Kapta! Bocsánat. Most a gyorsabb úton megyek. Így is lehet. Oh no, there's loads of them. Shh, keep quiet. Ja, de ott már nem is tudok tovább menni amúgy, jó? Hülye vagyok. Ja, de a chestet ne felejtsük el.
Középkorban egyébként a szőlőt a fára futtatták föl. Ja igen, mert itt elindult a humorizálás, itt a cseten olvastam, hogy szőlőfa. De hogyha annak idején tényleg így csinálták, hát végül is. Csak nincs semmi felfuttatva rá, de úgyhogy nem szőlőfa. De ezt nem tudtam, kakasos. Na, egyébként a legtöbb tipp az almafára érkezett, igen. Mondjuk az a baj, hogy így sem tudom, hogy milyen a visionje az enemynek. Tehát nem tudom, meddig látnak el. De leteszteljük. I heard what happened at Solitaire. They had a storm in the middle of the night and all the campfires went out from the wind and rain. Then a rat's nest opened out of the ground right under their feet. They only found two men alive. Bitten. Fucking bite. Fucking rodents. Ott van egy chest az én. Mondjad már. Mólon. Hey, someone the trail earlier. Dead as a doornail. Shouldn't we bury him? Had he been bitten? Yeah. Did you touch him? No. Rá kell menni. Poisons your blood. You get boils all over and everyone around you can get it and die too. That's why it's called the bite. Közben fertőzésről beszélgetnek az ő. Nem, nem vett észre, nem vett észre, nyugalom van. Bassz meg. Hű, édes anyám. De ne állj föl, te hülye! A loot ért mindent. Szerencse, hogy rövidlátók az inkvizítorok. 14. századi Franciaországban nem láttak olyan távolra az emberek. Hülye. Oké. Azt az egy győrt, azt el tudjuk terelni. Kérdés, hogy hátul bejutok-e a házba. Aha. Barricaded. Basszus. Nothing to report. Aha, de ott Hugo be tud mászni. Look, Hugo, you should be able to get through there and open it from inside. Basszus. Loot house. Az majdnem olyan jó, mint a groove house. Hajnal.
Ro. Oké. Checkpoint. Jó. Ott van egy őr. Ott áll a kerítésnél egy második. És a harmadik ott a távol van. Jó. Akkor őtet kővel. Nem, azt a... Rossz gomb. That noise. Better go see what it was. Nagyon gyengéden fölálltam a semmi közepén. Can't wait till our shift ends, so we can go back to the bastion. Hey, nothing at all. Is it true the Grand Inquisitor dissects rats there to see what's in their bellies? Why not? We can't keep pouring lime into those holes forever. Az inkvizítorok főnöke bemetszéseket végez a patkányokon. Konkrétan orvosi elemzés. The Inquisition is making a difference. Na jó. Át kell jutnom a két faraszton. Az egyiket elterelhetem, a másikat lelőhetem. That noise. What was it? What? Well, well. Hú, bazd meg, megfordulsz. Árohadt életbe! Jó, hát ezzel nem számoltunk. A Grand Inquisitor le akar doktorálni, igen. Klau, köszönöm szépen a 15 hónapos támogatást. Kisebb, mint 3. Köszi, köszi. I'm not crazy, I heard something. I am not crazy, I heard something. I can't wait till our shift ends, so we can go back to the bastion. Hey, well, is it true the Grand Inquisitor dissects rats there to see what's in their bellies? Why not? We can't keep... That sound came from over there. What's that? Erről egy rohadt szó nem esett idáig. Hey, are you one of ours? Look out! There's a killer around here. One of our men has been murdered. Oké, most már legalább tudjuk, hogy a hullákra hogy reagálnak. Nyugalom, fiúk, nyugalom. Meg. Higadjatok le, hát a patkányok ették meg azt az úriembert. YOLO. Megoldottuk. Hát azt nem mondom, hogy ez elegáns volt, de... Néha jolózni kell. Hugo, we can't stop. Not here. Fáj a feje. I feel funny. Come on. You'll be able to rest when we get to Laurentius's place. My head... It hurts. I don't know what to do, Hugo. What would Mommy do? Give me medicine. I can carry you. That's the best I can do. Come on, climb up. Előjött a migrénje.
Úgyhogy addig visszük a hátunkon. Szegényke. Nyugi, mindjárt ott vagyunk a doktor bácsinál. Mommy says I shouldn't leave the house, you know. I know. That must be why I feel a little funny. You're just tired. Anya azt mondta, nem mehet ki a házból. I miss her. Hiányzik neki. At least you were allowed to see her. Nothing. Azért vannak itt droppolt mondatok, hogy a Missy mennyire el volt zárva az anyjától, amiért a kis tesóval foglalkozott állandóan. Will he shut me inside again? Like mommy. He'll get us to safety. Alright. It's true, it's dangerous out here. But sometimes it's fun too. He'll get better one day. Ijesztő itt kint, de néha vicces. What on earth happened here? Jézusom. We're going to have to be careful now. You better get down, Hugo. Mik azok a halott tehenek? Vagy cocák, bocsánat. It's getting in my shoes. I don't believe it. Calm down. It's all right. You'll be all right if we stay away from them. Patkány! Ó, basszus, belementem a sárba! Jézusom! We have to get out of here. Okay. Hát most már legalább tudjuk, mitől haltak az állatok. Hogy menjek át a sáron? Látom, hülye vagyok. Eltartott egy darabig, már lassulok, bocsi. Szegény malackák. They've been slaughtered by the Inquisition probably. I'm going to be sick. Igen, hát ez nem túl egészséges helyeken járunk. Biztos. Ugye a megbetegedéstől félni legit, kicsi Hugo. Na jó, de van egy botunk. Jó sok békon szalonna, azaz. Let's go. Yes. Na sinnét, undorító petkányok. Ott a tábor tíz. Here we go again. Ó, basszus, csak itt sár van. Nem szabad belemenni, mert lelassulunk. Azaz. Na, és most? Lőjem ki? Ja nem, tolni lehet. Aha.
Jézusom, mennyi malac. Hugo is azt kérdezi, miért ölték meg a malacokat. De valószínűleg azért, hogy megállítsák a fertőzést, meg csapdába ejtsék a patkányokat. A patkányok a föld alatt is megoldják. Ne beszélj, Hugo, csak told, öcsi. Ez sok tevékenységre igaz mondás az életben, de ehhez ő még picike. Azaz. We did it. We made it. Na, megjöttünk. What if it's not the Rentius, huh? Did you think of that? Sorry. Elértük a farmot. Hello? Loot? Aha. Ez milyen hangszer? Hárfa? Those bags look heavy. Oh, rotten grain. He's still alive. Must be to feed the pig. About your friends? Nem hárfa, amúgy nem arra gondoltam. Lant, arra gondoltam. Köszi, Viki. Arra gondoltam. Köszönöm. Bocsánat, Mr. Coca. Bezárjam a kis kapuját? Mekkora heréj... Mármint, hogy... Nem mondom, hogy irigykedem, de... It's locked. Hugo, you go in there and open the door for me quickly. And be very careful, right? Yes. Köszi, Hugo. Good. Nagyon kis ügyes vagy. It smells funny. It's alcohol from the stills. Smells funny. Minden azt mondja, hogy funny. Someone's there. Let's go and see. Gollum! Gollum! Itt van valahol Smeagol. Túl jól sikerült a tegnapi buli. Ezért keresek túlt, mert anélkül nem tudunk craftolni. Azért mentem körbe. Na, itt nem láttam. Hiába van itt a workbench. Na, itt sonkák vannak. Az patkány veszélyt jelent. Na, menjünk föl. Drawing. Oh. What does it represent? It's very pretty. Valaki beírta a chatre, hogy funny egyenlő vicces. Ez volt a másodikos angol lecke, vagy miért? Na mindegy. Who are you? Magister Laurentius! Stop right there. He's contagious. Hugo. Here. The Inquisition came. We lost everything. There was nothing I could do. I... Oh, of course. És beírta még egyszer. They came for him. An evil. An ancient evil. Courses through your family's veins. Megvan átkozva a családunk. Blood. Your mother and I attempted to slow its progress. Meg akarták állítani a fertőzést. But ever since the great break, de a nagy kitörés óta the process has quickened. Felgyorsult. You must protect him, Amicia.
continue your mother's work. Védd meg és folytasd anyád munkáját. My parents tried and now they are both dead. Leave me alone. They're here. Mi most akkor meg van átkozva a gyerek? Dangerous, but disorganized. The Inquisition, however, they seek the boy tirelessly. We have to disappear. El kell tűnnötök. Head to the Chateau d'Ombrage. Chateau d'Ombrage-ba megy. Lucas, go to the barn. You will finish the Ignifer. Don't try to talk. I will prove myself. I'm sorry about your parents. Hello, Lucas. You're not alone anymore. We have to move fast. You can help me make the Ignifer. It will protect us from the rats. Hát nincs jó bőrben a doktor. I don't want you to stay here. Sok hasznosat nem mondott, csak hogy a családunk vérében ősi játok folyik. The stuff is in the barn. Come on. Oh no. What are we going to do? Na jó, segítsünk valami ignifert. Jézus. Megépíteni nekik. Mondtam én, hogy patkány veszély van. Na jó, az oké, okay, hogy elterelem őket a hússal. Oh, the hams. Good idea. Ah, but they're frightened of the light. The lantern. It's all right. Do it. Ja, csak előbb le kell verni a fényt. Give me your hand. Gyere, Hugo. Very well, but stay close to me. Hugo nem adja oda a kezét. Megint megsértődött, mert rákiabáltunk. A long trip. Sértődés mindenségedet, Hugo. Ó, basszus. Ez így nem lesz jó. Hova lett a két gyerek? Ja, hogy kifutottak. Nagyon örülök, hogy így önállósodtatok. Halál óráján. Hugo, ne kószáljál el, az Isten verjen meg. Pacizol? Hello there. Not a night to stay outside, hey? Pacizik. Mit csinál? Na gyerünk. Természetesen ide is bejöttek a patkányok. Oh no, they've come back. They're everywhere. We have to reach the back of the barn. We can't leave without the Ignifer. How are we going to do it? Nyugi, megoldjuk. Körbe kell menni. We need meat. Dead or alive. Valami csalit kell szereznünk neki. Patkányoknak. Ó, loot. Ó, és ott a túl. Vissza kéne menjek fejleszteni. Nem mondod, hogy fel kell áldoznunk a cocát. Előttök visszamegyek fejleszteni elő. Ó, bár most blokkolták azt a szobát a patkányok, ahol a workshop van, akkor mindegy. We can use this. I see. Let me help you. Are we going to feed him? You could say that. Meg fogjátok etetni a malacot? Kérdezte Hugo. Mondhatjuk. Majd mindjárt meglátod, Hugo.
Nagy malacetetés lesz tulajdonképpen. Eddig jó. Be kéne zárni az ajtót. Igen. There's a ladder down the side. Come on. És akkor most bemászhatunk az oldalon. Hugo, listen. You can sulk if you like, but stay close. Kis önérzetes a kisfiú, már nem hajlandó fogni a kezem. Bezzeg régen szeretted a nővéredet. Climb up. Na. Ah, the lights. Yes. Hugo, look away please. Why? Hugo, most ne nézz ide, etetés van. Nem csinálok semmit, nyuga. Hol van a Hugo amúgy? Ja, ott van szembe. We have no choice, Hugo. We have to get the rats away. It's horrible. You're just like all the others. Hugo. There was no other way. Erre beszólt a fiú. Olyanok vagyunk, mint a gonoszok. Téged is megertek volna, Hugo. Nem lett volna jobb. Azt gondolom. Gyere, Hugo. Ne hagyjuk Lukasz fiút egyedül serénkedni. Sajnálja a malackát. This is more than just a doctor's lab. Wow. Above all, a great alchemist. Your name is Amicia, right? I'm Lucas. I would like to show you something, but it requires alcohol and sulfur. There must be some around here. Tell me when you found them. All right. Alcohol and sulfur. Alcohol, sulfur, that's everything. What are you doing? An alchemical blend. I'm dissolving the reagents. Mm-hmm. Oh, it's a. Nagy alkimista, tudod a fiú. Why am I not feeling like Lorenzo? Right. Now you have to mix them. Do it slowly. It's not dangerous. Megtanít potit keverni. Aha. You can now craft the ignifer. Vagy ignifer. Oh. So, this is it. What? No, we're stuck. Not yet. The ignifer, Amicia. It's time. Uh-huh. Aim for the embers at the center of the room. All right. Whee! It makes fire. No. Did I do that? Did I really just do alchemy? Yes. Ezzel tudunk távolról tüzet csinálni. Like mother, like daughter. Do you know what? I'll show you how to create other projectiles. This will be really useful. I'd love to. Thank you. Tanít nekünk majd még. We have to go back to Laurentius. Amicia, you should go ahead. Na tök jó, most már tudunk craftolni ignifert. Jó van, lassan mehetünk tovább, csak még itt a lootokat nézzük át. Hello, Mr. Patkán. Azaz. Hogy itt hagyjak valami jót. Ezért van itt bőven cuccos. Jó. Hát, talán ez minden. Mehetünk. Rats, get back! The ignifer! Throw it on the embers! Please don't blow up in my face. Whee! Az tök jó. You go first. Nem tudtam, hogy ilyen túlokat is kapunk a játékban. Azt hittem, csak a slinget tudjuk majd fejleszteni, de tök jó.
Nem tudom, hogy így régi helyekre is vissza lehet-e majd esetleg menni New Game Plus-szal. Vincius, I'll clear away. Follow me. All right. Come on. Jézus. Szegény cocca. Hugo, listen. About earlier, I just wanted to tell you that I'm... Hát, senkivel nem szabad itt hosszú távon összebarátkozni. Laurentius is kapta. Úgyhogy innen is le kell lépjünk. Ezt is körbevettek. Sok fény. Az igen. Na jó. Hát innen fogjuk folytatni, srácok. A Plague Tale-t. Nagyon jó ez a játék. Istentelen jó. Azt viszont gyorsan megtanította, hogy túl sokáig ne barátkozzunk össze senkivel. Mert nincs értelme. Hát a ló az, ne emlékezzetek a lóra. A cocával se, a lóval se, az emberekkel se szabad összebarátkozni. Amicia meg Hugo vannak nekünk, és kész. Lóvá tettük a lovat. Na, végre egy játék, tényleg nagyon rég volt ilyen, aminek az első streamje után azt tudom mondani, hogy na ebbe látom, hogy ezt végigjátsszuk. Ez fasza, jó a grafika, jó a zene, jók a karakterek, fasza a történet. Én alig várom, hogy nyomjuk tovább. Holnap nem lesz stream, úgyhogy várnotok kell csütörtökig, de csütörtökön 2-kor ezt folytatni fogjuk. Az tutti! Jó játékot, szép délutánt, főnök. Bajaka, köszönöm szépen a csírt, és Ronin, nagyon szépen köszi neked is a támogatást, haver. Eddig nagyon tetszik, várom a folytatást, játszani nem fogok vele, de nézni simán, Dél. Nice. Kérdeztétek, hogy hány fejezet van? Mint hogyha azt olvastam volna, hogy 17, de erre ne vegyetek mérget. 9-15 óra közé satszolják a játékot. Úgyhogy meglátjuk majd, de nagyjából így számoljatok bele. Szeretném megvenni a játékot, így a Balázs van esetleg olyan link, amin rajtad keresztül lehet hozzájutni. Nem, nincs ilyen reflinkem, nem szoktam ilyet használni. Aki hálás vagy örül, hogy jó játékot mutatok, az fel tud iratkozni, vagy tud támogatni így.
én nem szoktam ilyen külsős oldalakat, meg ilyeneket, mert tudom, van ilyen instant gaming, meg G2A, meg ezek, én nem, itt nem erőltetem inkább ezeket, mert ezekből van a gond, hogy lopott kulcs, meg mit tudom én, és ez ezerből csak egyszer fordul elő, tudom, de nem akarok én ilyenért felelősséget vállalni, úgyhogy ha rám hallgattok, vegyétek meg az official store-okban, vagy hazai forgalmazóktól, én nagyon-nagyon ajánlom. Nagyon fasz a játék. Tényleg. De ahogy látom, nektek is tetszett. 3 stream lesz akkor kb. Hát meglátjuk. Azért az a 9-15 óra, az lehet több stream is, az lehet 5 stream is. Most, hogyha 17 fejezet, még csak most jön az 5., szóval meglátjuk. A játék elérhető PC-n, Xboxon és PS4-en is, így van, cinti. Úgyhogy hajrá. Hajrá, hajrá. Remélem tényleg, hogy valami faszát tudtam nektek mutatni ma is. Csütörtökön folytatjuk tovább. Mindenféleképpen. Úgyhogy srácok, én köszönöm szépen a figyelmeteket a mai napra. Lesz még videó a YouTube-on, a Nessa FC csatornán folytatjuk a FIFA 19 karriermódot. Akinek Isten nem látta tegnap a viszonylag későn este kikerült videót a Nessa YouTube csatornán, az csekkolja azt, egy kis Days Gone összefoglalás. Holnap nem lesz stream, úgyhogy azt bírjátok ki valahogy lélegeztetőgépen. De csütörtökön találkozunk ugyanígy 2 órától, és folytatjuk tovább a pléget. Pénteken pedig egy igazán izgalmas visszatérő program lesz, ugyanis megjelent Early Access-ben, ha minden igaz, végre Steamen, vagy lehet, hogy már full a játék, de nem szerintem Early Access, a Totally Accurate Battle Simulator, úgyhogy pénteken azzal fogunk hülyéskedni így a hét levezetésének. Japp. Úgyhogy, srácok, lányok, pingvinek, puszi a pocitokra, csók a családnak, köszönöm a követést, a támogatást, és egyáltalán a figyelmeteket. Találkozunk legközelebb is, legyen szép napotok, jó pihenést mindenkinek. Szevasztok! Pa-pa! No pizza, nobody, 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 no pizza, no pizza, no pizza, no pizza, no pizza, no pizza. No pizza, no party. No pizza, no party. No pizza, no party.